Köszönöm szépen a szót, és hát csatlakoznék is Mezei Barna tanár úrnak a bevezetőjére, tehát a legelején elhangzott bevezetőjére, hogy mi most ugye jogászként nézzük meg a aranybullát. Tehát ugye most nem azt vizsgáljuk meg, legalábbis én ebben a előadásomban, hogy akkor 1222-ben milyen értelmet adtak ugye annak azoknak a szövegeknek, amik akkor leírásra kerültek, hanem azt, hogy az évszázadok során ezt a történeti alkotmányunkban hogyan értelmezte az utókor, és hogyan alkalmazták egyes esetekben, hivatkozva az aranybullának a szövegére, különböző intézményekre. És ezzel nem kell különösebben meglepődni, mert a napjainkban is előfordul az, hogy megírnak egy jogszabályt, van mögötte egy jogpolitikai szempont, mondjuk az igazságügyi minisztérium törvényelőkészítő osztálya elképzel valamit, az országgyűlés is utána gondol róla valamit, megalkotják ezt a jogszabályt, és aztán utána különböző értelmezése, interpretációs lesznek annak, sőt, ugye az is előfordul, hogy egyszerűen az évek során kezdik másképp értelmezni ugyanazt a jogszabályt. Tehát van egy ilyen folyamat, ez egy állandó törvényszerűség, úgyhogy nem kell azon meglepődnünk, hogy ilyen előfordul, hogy egy 1222-ben megfogalmazott szöveget, aztán 100, 200, 300, 400, 500, 800, ugye most már évvel később, hogyan értelmezünk. Tehát itt most ne a aranybulla keletkezése és az akkori konkrét szövegezésére szeretnék leginkább kitérni, hanem arra, hogy ugye itt a történeti alkotmányunknak hogyan lesz része, hiszen a történeti alkotmány különböző korokból származó sarkalatos törvények, szokásjogi szabályok és a jogtudomány, jogirodalom által lefektetett elveknek az összessége. És hát ugye ennek megfelelően ugye a történeti alkotmány nemzeti kollektív emlékezetnek is a része. Tehát kérdés, hogy mikor, mit tartottunk ugye ennek. És hát ennek a ugye két oldalát lehet megnézni. Az egyik ugye az, hogy amit Ferdinándi Géza is megfogalmazott, a történelmileg fejlődött intézmények államfenntartó ereje kétségbe vonhatatlanul sokkal nagyobb, mint azoké, amelyek precíz jogszabályokba fontolgató jogászi elme foglalt egybe. Tehát, hogyha egy jogszabály, jogelv évszázadokon keresztül együtt él egy nemzettel, annak biztos, hogy nagyon nagy megtartó ereje van, és hogy nem felejtődött el, nem tűnt el, nem kopott ki a köztudatból. Hogy ez mennyire így van az aranybulla esetében, hogy Nagy Lajos 1351-ben megerősíti, Mária királynő 1384-ben megerősíti, Mátyás 1464-ben, majd aztán Verbőci hármas könyvében citálja az aranybulla egyes részeit, és aztán később is a királyi koronázási esküvben mindig megemlítik az aranybullát. És hát ugye szembe kell állítani azokkal a jogszabályokkal, amik viszont a feledés homályába kerültek. Ugye Kovácsics Márton György és fia Kovácsics József Miklós voltak, akik összegyűjtötték az elfeledett jogszabályokat, ugye az 1231. évi aranybullát, az 1267-es törvényt, 1790-es, 98-as, 1385. évi törvényeket, 1397. évi törvényeket, és így tovább. És hát ezek nem is lettek történeti alkotmányunk részei, nem is kerültek be a köztudatba, mert idővel a felejtés homályába kerültek, és hát ezért kellett ezeket így utólag rekonstruálni, és hát most már csak a történeti hűség, a joghistória szempontjából érdekesek. Viszont a aranybulla, ahogy a definícióban is volt, ugye egy sarkalatos törvény, amely kifejezést már Szegfű Gyula szerint a 17. századtól használunk, és Toldi Ferenc és Varc Gyula szerint azért hívjuk ezeket sarkalatos törvények, mert mint egy sarkain fordul ugye ez a szabályozás, és hát ennek is vannak ilyen különböző meghatározásai, definíciói is. Pauler Tivadar szerint, tekintve a tételes törvénytudomány szerkezetét és törvényhozásunk fejlődését, sarkalatosnak, azaz törvények tartandók először, amelyeket a törvényhozás kifejezetten annak nevez, vagy tettei által kétségtelenül annak jellemzett, mivel
azokat tüzetesen sehol nem határozván, körüket kimerítőleg sehol meg nem állapította, másodszor azon törvények is, melyek az alkotmány alapelveit magában foglaló tartalmuknál fogva sarkalatosnak bizonyulnak. Vagy nézzünk egy másik definíciót, Rocsányi László professzor úrnak a definícióját, amit szintén megfontolandónak tartok. A 19. században az alkotmány fogalom sarkalatos törvényekhez kapcsolódott, a törvények között tartalmuk szerint tettek különbséget, azokat a törvényeket nevezték sarkalatos törvényeknek, amelyek az államszervezet felépítését és működését szabályozták. Tehát ide sorolható mindenképpen az aranybulla, és erre bizonyíték az, hogy amikor a sarkalatos törvényeket összegyűjtik, Hajnóci, Fényeselek, Széchenyi István és a többiek, mindannyian szinte kivétel nélkül ide sorolják az aranybulla cikkelyeit, tehát a sarkalatos törvényekként kell tehát számon tartanunk az aranybullát, és hát így emlékeznek vissza évszázadokkal később is. Mik azok az elvek, mik azok a gondolatok, mik azok azok a rendelkezések, amik a későbbi időszakban is iránymutatásként szolgálnak? Tehát egyrésztől az a gondolkodás, ami a 13. században alakult ki, hogy az mégiscsak a történeti alkotmánynak egy építő kövéve kellett, hogy váljon, hogy az államot most már jogilag kell rendezni. Tehát az állam egy jogilag rendezett szabályok szerint működhet. Nem lehet magángazdaságnak nézni az államot, nem lehet a király magánügyeként tekinteni erre. És hát az is, hogy megjelenik, hogy most már nem csak az egyház korlátozhatja a királynak a hatalmát, hanem a nem, hát most ez is egy ilyen utólagosan visszavetített természetesen terminológia, ugye azért mondom, hogy itt mi most a térben és időben haladunk előre-hátra, és így elemezzük ezt a kérdést, hogy hát a nemzetnek a különböző intézményei korlátozzák a királyi hatalmat, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az alkotmány fejlődés története végül is mindig az arról szól, hogy milyen módon korlátozzuk a végrehajtó hatalmat, hogy az ne tudjon visszaélni a neki adott felruházott hatalommal. És hát ennek megfelelően jelennek meg ugye ezek a korlátozások és szabályozások az aranybullában, amelyek ugye a mához is, és hát vagy az elmúlt évszázadokhoz is szólnak, és nagyon fontos elveként szerepeltek, és ennek a jelentőségét nem szabad lebecsülni. Sokakban él még a rendszerváltás előtt tanulván a jogot egy olyan fajta gondolkodás, hogy mindig csak azok a jogszabályok jók, amiket nagyon frissen, gyorsan hoztunk, és a múltat végképp el kell törölni. A régiek azok ilyen buták, elmaradott emberek voltak, és hát ezeket a feudális elveket el kell felejteni. A valójában én véleményem szerint a jog az egy nagyon konzervatív intézmény. Ugye a jognak lehet különböző értelmezéseket adni, meg ki lehet találni mindenféle jogszabályokat, de hogyha azok nem érvényesülnek a mindennapi gyakorlatban, akkor nem sokra megyünk ezekkel a jogszabályokkal. Tehát azért nagyon fontos, hogy ezeket az elveket meggyökeretezhetni a köztudatban, és hogyha azok évszázadokon keresztül a nemzet számára, a lakosság számára evidensnek számítanak, mindennapi természetességként fordulnak elő ezek a jogszabályok, akkor annak a jogkövető magatartása is sokkal könnyebben elérhető. Mert ugye, amikor, és akkor most nézzünk meg egy-két ilyen jogszabályt, a cikket az aranybullából, ezeket így mondjuk, hogy hát igen, de hát ez teljesen természetes. Hát épp ez az, ez a lényeg ennek a dolognak, hogy az évszázadok során ezek a szabályok velünk együtt éltek, és ma már teljesen természetesnek tartjuk ezeket. Ugye tehát már az első cikk, ugye a korabeli törvényszerkesztők azért nem olyan modern eszközökkel dolgoztak, mint a 19. 20. századi kodifikátoroknál kialakultak. Ők sokszor esetlegesen alakítják ki a sorrendet, de azért általában az elv szokott működni, hogy azért a legfontosabbakat azért az elejére tesszük a jogszabályoknak, és hát ott szerepel rögtön az első cikként, hogy a király kötelezettséget vállal arra, hogy minden évben Szent István napján Székesfehérváron törvényt ül, és oda mindenki szabadon elmehet, és előadhatja az ügyes bajos dolgait. És nem szabad csak arra gondolnunk, hogy itt csak magánjogi és
és büntetőjogi viták lehettek egy ilyen esetben, hanem sokkal tágabb értelembe kell venni ezt a szabályt, és ugye azt írják a szakirodalomban, hogy a bíráskodási jog ebben az időszakban sokszor sokkal erősebb jogosultság, mint akár a törvényalkotásnak a joga, mert ott volt az élő jog. Ott a mindennapi élet ott valósult meg, és hát ez a szabály, ez meggyökeresedett, hogy mindenki keresheti az igazát, sőt, ugye a hozzátartozó cikkelyek még azt is hozzáteszik, hogy ugye mindenkinek joga van a bírósághoz fordulni, és senkit nem lehet az illetékes bíróságától elvonni. Most ez egy olyan fontos alapelv, ami az évszázadok során fejlődik, kialakul a hatásköri illetékességi szabályok a bírósági szervezetnél, kiegészesedik ugye ennek az egész rendszere, innen kiindulva, és hát ugye egészen odáig eljutunk majd, hogy létrehozzák a közigazgatási bíróságot, tehát a közigazgatási ügyekben is bírósághoz lehet fordulni, és a bírói jogvédelmet ilyen szempontból is igénybe lehet venni. Tehát ezeknek a jelentőségét nem szabad alábecsülni, és hát a tisztességes bírói eljárásnak a jogát le lehetett vezetni ebből, és még nagyon sok alkotmányos jogot, ami ehhez kapcsolódik, a jogorvoshoz való jogot, és még hosszan sorolhatnám mindezeket. Ugyanígy nagyon fontos az, hogy itt szerepel először jogszabályban a honvédelmi kötelezettség, tehát az ország honvédelmi kötelezettségének a joga, illetve az, hogy ez milyen feltételek mellett működik. És ezek az elvek ma is megtalálhatóak, hogy az állampolgári kötelezettségek között a honvédelmi kötelezettség. Hát sajnos ugye ezeknek a napjaink elég hát ugye komoly aktualitást adnak, mert tőlünk nem messze pontosan ezek a kérdések merülnek fel, hogy kiket lehet ugye behívni katonának egy olyan helyzetben, amikor megtámadják az egyik országnak a szuverenitását, és idegen csapatok vonulnak be az ország területére. Ugye ez a jogosultság, ez mindvágy megvan. Persze ugye itt megint csak a egyes későbbi korok rosszmájú történészei megint olyan különböző korszakokat összemosták, és akkor mindig arra beszéltek, hogy a nemesség ugye nem fizetett adót, a nemesség adómentes volt, mert ugye úgymond a nemesség a vérébe adozott. Hát hosszú évszázadokon szerint tényleg a nemesség volt a magyar hadsereg, és hát az egész ugye akkor vált csak anakronizmussá, amikor kialakul az állandó professzionális hadsereg, és a nemesség szépen most már szinte civilként ül otthon, és már nem gyakorolja ezt a honvédelmi kötelezettségét. Én egyébként azt is el tudnám képzelni manapság, hogy aki hivatásos katona, az nem fizet adót, nem hiszem, hogy a magyar költségvetés ebbe belerokkanna. Így van, úgyhogy ez forduljanak hozzánk majd, nem akartam tippet adni ebben a ügyben, ugye egy sarkalatos törvényre hivatkozva. Úgyhogy ezek mind olyan elvek, amik nagyon fontosak voltak, hogy ez mindenki számára nyilvánvalóvá vált ebben az időszakban, és hát azért is változott meg ez a helyzet, mert ugye a nemesség már nem gyakorolta ezt a hadkötelezettségét. Csak egy gondolat erejéig, mert Homoki Nagymária professzor asszony már ugye gyakorlatilag a magányjogi részről mindent elmondott, az én már igazán nem tudok hozzátenni semmit, csak azért a rendkedvér jegyzem meg, hogy hát azért itt a tulajdon kérdésének a szabályozása, már amennyire ezt ugye tulajdonnak lehet nevezni, mert ugye most ebben nem menjünk bele ebbe a kérdésbe, de nincsetre az, hogy a nemeseknek az ingó és ingatlan javainak a különböző jellegű jogosultságai, ugye mondom, nehéz ezt a mai jogi fogalmakkal körülírni az akkori helyzetet. Ez is ugye ebben a kérdésben rendezett, és hát ez egy nagyon fontos öntudatot adott a magyar lakosságnak a jogvédelem ezekre a jogosokra vonatkozóan. Ugyancsak nagyon fontosnak tartom megjegyezni,
a pénzre vonatkozó jogszabályokat. Az ország pénzügyi politikája, 23. cikk. Tehát, hogy ugye ott a pénzrontás kérdése, a monetáris politika, ugye ebből alakul ki, ezek a legfontosabb alapelvek, ezeket nem szokták annyira kihangsúlyozni. Én is akkor kaptam fel a fejemet, igazából megmondom őszintén, amikor olvasom Batthyány Lajos elleni per vádpontjait, és az egyik legfontosabb vádpont az, hogy ő meg akarta teremteni az önálló magyar pénzügyet. És hogy ezért is kívánták az ő halálát. Hát ugye ez egy negatív bizonyítás, de mégis mutatja, hogy egy ország saját pénzügypolitikája milyen fontos, és hát ugye az adófizetése vonatkozó ugye gondolatoknak is a továbbvétele. Vagy ugyanígy nagyon fontos az ország szuverenitása megvédése idegenekkel szemben. A 11. cikk vonatkozásában szintén szomorú aktualitást ad most az ukrán belpolitikai helyzet, ahol ugye sorra váltják le azokat az illetőket, és sokszor elég radikálisan. Ugye az egyiküket el is intézték elég nyomban, amikor kiderült, hogy nem az ukrán érdekeket szolgálja, hanem mást, és hát ugye kiderültek itt az állampolgárságok vonatkozásában is különböző problematikák. Tehát, hogy a magyar állampolgárokat védelmezni kell, a Magyarország szuverenitását védelmezni kell, és ugyanígy nem csak a tisztségek vonatkozásában, hanem a magyar föld védelme is itt jelenik meg először az aranybullában, legalábbis ilyen formában. És hát végül meg kell említeni azt is, ami ugyan még itt csak elben jelenik meg, hogy hát itt biztosítékok is ugye kellenek, és hát itt a nádor tisztsége jelenik meg, mint egy olyan közjogi bíró, aki a király és a nemzet közötti alkotmányos vitákban elvileg ugye döntés kellene, hogy hozzon, és ugye ezt erősíti meg majd Mátyás is a nádori cikkelyek 6. részében. És majd ugyanerre hivatkozik majd Verbőci is a 3. könyvében, és hát azt is elpróbálták a rendek elérni, hogy ugye ez a nádori tisztség ez tényleg egy ilyen fajta pozíciót jelentsen, hogy az országgyűlés válassza meg a nádort, tehát egy országgyűlés által választott intézményről legyen szó. És hát nem lehet kikerülni az ellenállási záradékot sem, hiszen ugye az is egy nagyon fontos kérdése az aranybullának, és ez a magyar közgondolkodásra hihetetlen nagy hatást gyakorolt a későbbi évszázadokban is. Talán a legtöbbet ezt a részét citálták a történelem során. És ugye az is érdekes, hogy ilyenfajta rendelkezések máshol is megtalálhatók a hűbéri jogban, de ott nyugat-európai országokban jó rész ez feledés homályába merült. Nálunk viszont Verbőci egyértelműen ugye megerősíti, majd Bocska István 1604-ben már kifejezett értelmezését adja ennek a kérdésnek, hogy ezt hogyan kell megtenni, és a magyar rendek 1605-ben Európa közvéleményéhez indított kiáltványukban is ugye erre hivatkoznak. Majd Bethlen Gábor 1619-ben is közé tesz egy ilyen kiáltványt, amiben kifejti, hogy tulajdonképpen mire is hivatkozik. Egyébként nagyon érdekes, hogy közben meg viszont az erdélyi rendek Bethlen Gáborral szemben is hivatkoznak az ellenállási jognak a betartatására. Majd ezt a példát követi első Rákóczi György is, amikor 1644. február elején megindította hadait a Habsburgok ellen, és Kálló elfoglalásakor egy kiáltványt intézett a magyar rendekhez. Majd ugyanezt megteszi Tököli Imre 1684-ben, amikor folytatja a szabadságharcát, és aztán ugye nem véletlen, hogy a Habsburg abszolutizmus ez annyira problematikusnak tartja ezt az ellenállási záradékot, hogy 1687. évi 4. törvénycikkel meg akarja szüntetni. De a közfelfogás azt mondta, hogy amit
erőszakkal vesznek el, tehát a jogtalanság nem szülhet jogot. Ugye itt nagyon erős befolyásolás, pszichés hatás volt az akkori rendekre, hogy ezt az országgyűlésen szavazzák meg ezt a rendelkezést. Úgyhogy nem véletlen, hogy Rákóczi 1703-ban Munkácson latinul és franciául is kibocsátotta a keresztény világ számára a kiáltványát, és ebben leírta, hogy ugyanúgy fog az ősi szabadságjogok sérelme miatt fegyvert, mint Báthori, Bocskai, Bethlen Gábor, Rákóczi György és Tököli, és ugye külön megjelzi azt, hogy az aranyból ellenási záradékát ugye ebben a kiáltványában, sőt utána később két állambölcseleti munkájában is idéz az aranybullából, 1722-ben és 1725 között, és ez francia nyelven is megjelent, tehát a több helyen is lehetett olvasni. És hát csak egyetlen egy mondatot a vármegyéknek az ellenállásáról, mert azt Stita tanár úr fogja nekem majd elmondani sokkal nagyobb hozzáértéssel, hogy ugye ezek az ellenállási jognak az ilyen szabadságharcokkal való megnyilvánulásai, ezek jó részt elbuknak. Viszont az a fajta ellenállás, amit a nemesi vármegye gyakorolt, azok győzedelmeskednek. És ugye ezek is kellő szimpátiával kell, hogy tekintsünk erre, mert hogy ezek békés úton történtek, de mégis sikert hoztak. Hiszen ugye sikert hoztak 1790-ben, 1825-ben, sőt ugye 1867-ben is a kiegyezés kapcsán. És hát befejező gondolatként csak annyit, hogy ugye ez egy olyan jelentős alkotmányjogi dokumentum, olyan fontos sarkalatos törvény az aranybulla, hogy nem véletlen, hogy az Alkotmánybíróság úgy döntött, hogy az alkotmánybírák ennek a másolatát hordják a nyakukban, és hadd mondjak el egy műhelytitkot, itt a két volt alkotmánybíró kolléga talán nem haragszik meg, hogyha ezt én kiteregetem itt a nagy közönség előtt. Tessék? Igen. Ja, igen, most még nem. Hogy, igen, nagyon kedvesen fogadtak ott az alkotmánybíróságon, és rögtön kitanítottak egy csomó belső műhelytitokra, és nem csak arra, hogy ne esek hasra a talárba, meg hogy vigyázzak arra, mert hogyha mondjuk tüsszenteni akarok, vagy elő akarok venni egy papír zsebkendőt, akkor milyen nehéz ugye a talárból, Torsányi professzor is bólogat, mert őnek is volt hozzá szerencséje elővenni, hogy az aranybullát ugye úgy mondták nekem rögtön, hogy úgy tegyük ki, hogy akik a közjogászok, azok ugye a második Andrást, akik pedig, vagy bocsánat, azok a címert, akik pedig magánjogászok, azok pedig a második Andrást egyék kívülre. Tehát majd, ha megnézik tüzetesebben az alkotmánybíráknak arról készült fényképeket, ugye ott jól lehet látni a nyakába mindezt. Köszönöm szépen a figyelmüket!